Na, sziasztok! Mindenkit üdvözlök ezen a szép esős őszi délelőttön, és köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmetekkel. Zsombor vagyok, és a Skyscanner budapesti irodájából jöttem, ahol hát egyébként menedzser vagyok, de ez nem az én személyes segélykiáltásom a számotokra, hogy ki szeretnék ebből a szerepből lépni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy többek között ugye a feladatom az is, hogy ezzel is foglalkozzak, hogy mit teszünk akkor, hogyha fejlesztői karrierről beszélünk, ami talán egy kicsit kevésbé technológiai téma, mint amit később hallani fogtok a mai nap során, de én úgy gondolom, hogy egy örökzöld téma. Ha feltételezem, hogy köztetek rengeteg fejlesztő ül, és szerettek fejlesztők lenni, és sokan vagytok, akik szeretnétek azok is maradni belátható ideig, és általában az szokott a probléma lenni, amit mi tapasztaltunk, hogy sokszor azonban az ember, ahogy lépked előre, ahogy megy előre a karrierbe, hogy nem, egyszer csak valamilyen menedzsment pozícióba találja magát. Lehet, hogy csak ez volt az egyetlen lehetőség az, hogy előre menjen. Úgyhogy kicsit azt mutatnám be, hogy a mi történetünkön keresztül ez hogyan alakult. Ha egy kis kontextus, most volt 4 éve, hogy felvásárolt minket a Skyscanner Budapesten, és a cirka 40 fős lelkes agency csapatunk hirtelen egy 500 fős szervezetben találta magát. Innen indítanám az ívét az előadásnak, és most vagyunk ott, hogy már tovább skálázottunk, most már egy 1200 fős szervezetről beszéltünk, ahol ugyanez a kérdés továbbra is felmerül, most már egészen más választ adunk rá, és azt mutattam be, hogy honnan indultunk, milyen fejlesztői karriert kínáltunk annó 4 évvel ezelőtt, mit tettünk azért, hogy ezt jobbá tegyük, mert gyakorlatilag nem nagyon kínáltunk ilyet, és hol tartunk most, és milyen kihívásokkal szembesültünk ez alatt az utazás alatt, és most hol kötöttünk ki. Illetve, mint megtudtam, kérdések, válaszok azok nem lesznek, de majd a szünetben nagyon szívesen állok rendelkezésetekre. Most megpróbálom bemutatni nektek azt egy ilyen nagyon vegytiszta, kicsit leegyszerűsített, lebutított mintán keresztül, hogy körülbelül hogy nézett ki nálunk a fejlesztői karrier, amikor elindultunk ezen az utazáson, 4 évvel ezelőtt, amikor csatlakoztunk így a Skyscannerbe, tehát magában a Skyscanner, és ez hogyan nézett ki. Ugye amikor az ember egy 40 fős cégben dolgozik, akkor talán ez a kérdéskör, hogy merre van az előre, évekkel később, ez talán kevésbé releváns, akkor még majdhogy nem a túlélésért küzdünk, sokkal egyértelműbb az, hogy hogyan néz ki a siker, mert mit kell nekem ahhoz tennem, hogy én hozzátegyek ennek a közösségnek a sikeréhez, és ez hogyan függ össze az én személyes sikeremmel. De amikor skálázódunk, és egy nagyobb szervezetté válunk, ez a mi esetünkben egy kicsit nagy ugrással történt meg, de itt találtuk magunkat, ott már előkerülnek ezek a kérdések. Hát ahonnan indultunk, képzeljük el magunkat, mint egy sikeres, lelkes, csillogó szemű backend fejlesztőt, mindenki képzelje maga mögé azt a technológiát, amit a leginkább szeret, Kotlin, Node.js, Scala, akármi. A lényeg az, hogy megy a production code darálás, és elképesztő sikeresek vagyunk, és talán néhány varga betűvel, de néhány éven belül, esetleg hónapon belül, talán inkább éven, valamilyen team lead pozícióba találjuk magunkat. Így nézett ki ez körülbelül nálunk. Ez persze lehet, hogy máshogy hívják különböző szervezetekbe ezt, de valamilyen csapatért leszünk hirtelen felelősek. És hogy nem, már valamiféle balansz kell találnunk a közt, hogy a mi személyes technikai kontribúciónk így napi szinten hogyan jelenik meg, és hogyan veszük fel ezeket a management skilleket, amik ahhoz szükségesek, hogy ezt a csapatot, amiért mi most hirtelen felelősek lettünk, ezt sikerrel tovább tudjuk vinni. A csapatnak a teljesítményét tudjuk menedzselni, motivációt fenntartsuk, jó direkciót tudjunk a csapatnak adni. Tehát ezek már merőben más skillek, amiket fel kell vennünk, meg kell tanulnunk, mint amiért korábban nagyon is lelkesedtünk, mint lelkes fejlesztők. Valahogy most már ilyen talán 50-50 arányba kell ezekkel a témakörökkel foglalkoznunk. És hogyha itt is nagyon sikeresek vagyunk, akkor előbb-utóbb könnyen egy people management pozícióba találjuk magunkat. Bármilyen címet is aggathatunk erre a pozícióra, nálunk ezt engineering managernek hívták anno. Ez gyakorlatilag már azt jelenti, ugye, hogy bár igen, engineering manager, és építünk a korábbi tapasztalatainkra nagyon is, kell is rájuk építeni,
de már nem a személyes technikai kontribúciónk az, ami igazából mérvadó, és ami mentén minket mérnek, ami sikerességünket mérik, hanem sokkal inkább a people skill. A nagy kérdés az az, hogy örülünk-e Vincent? Ezt szerettük volna? És hát persze a válasz az úgy kezdődik, hogy attól függ. Van, aki igen, de van, aki nem. És amire rá kellett jönnünk, ugye a feedbackek alapján, amik a kollégáktól érkeztek, hogy hát nem mindenki szeretne menedzser lenni, és az nem egy annyira jó felállás, hogyha az az egyetlen út előre. Hogyha én szeretnék előrébb lépni, szeretem azt, amit csinálok, mint fejlesztő, akkor jó lenne, hogyha lenne egy olyan track is, egy olyan career path track, amiben tovább tudom ezt csinálni. Persze nagyobb szkóppal, kibővítve, de alapvetően nem egy olyan útra szeretnék feltétlenül lépni, aminek a vége egy people management pozíció lesz. Persze van, akinek ez az ambíciója, de nem mindenkinek. És amit még emellett tanultunk, hogy az is fontos emellett, hogyha létezik egy ilyen path, akkor az világos legyen, könnyen elérhető feltételekkel mindenki számára a cégbe. Tehát egyértelmű legyen minden fejlesztő számára, hogy néz ki az előre, hogy mi az, ami még hiányzik számomra, mint teszem a senior fejlesztő, hogy principál legyek, mi az, ami, hogyha egy szoftverfejlesztő vagyok, mi kell ahhoz, hogy én senior legyek, tehát mik azok a kitételek, amiknek nekem meg kell felelni, és amik mentén engem úgymond elbírálnak. Ugyanis, hogyha ez nincsen meg, akkor különböző érdekes helyzetek tudnak kialakulni. Ez kicsit olyan dolog, hogyha nem mi szőjük ezt a narratívát, hogy mi szükséges ahhoz, hogy én sikeres legyek ebben a közösségben, akkor semmi probléma, akkor ez a narratíva majd szövi magát, majd a kávéfőzőgép mellett, a konyhába, az ebédlőbe, esetleg Slacken, más egyéb. Nem biztos, hogy olyan irányba mennek azok a beszélgetések, mint amit szeretnénk. Tehát érdemes világos egyértelműtet felmutatni. Ilyenkor ugyanis előfordulhatnak, és amit mi tapasztaltunk, előfordultak olyan helyzetek, ahol nem világos számomra, mint fejlesztő az, hogy mi kell ahhoz, hogy én sikeres legyek, mint ahogy említettem. Nem értem, hogy X, akit kevésbé ismerek, talán a cég távolabbi pontján van, miért lépett előre, miért a Petya lépett előre, és miért nem a Jocó, amikor ugyanazt csinálják, és ugyanolyan jók. Mi van akkor, hogyha nem érdekel a menedzsment, én azt szeretném csinálni, amit most csinálok. Engem ez lelkesít, engem ez motivál, hogyan tudok előre menni, úgyhogy ezt ne veszítsem el belátható időn belül, és szeretem csinálni. Másrésztről különböző fals elvárások is felüthetik a fejüket, hogyha nem világos, hogy mi kell a következő szinthez. Például, hogy ha nem beszélünk arról, hogy mik ezek a gap-ek, mik ezek a lyukak, amiket nekem be kell tömködnöm, csak várok arra, hogy majd a következő ciklushoz biztos megtörténik, majd biztos elismerik azt, hogy 140 munkaórát töltem abba, hogy újra indentáltam a kódbázist, 2 space-ből 4 space-re, szerintem ez nagyon impactful, de aztán hogy nem, ezt nem értékelte a management, hát nem történt meg. Hát itt álltunk mi így 4 évvel ezelőtt. Ezt a rendszert, amit akkor használtunk, ezt a Skyscanner-i úgynevezett grading rendszernek neveztük. Ez egy grade 1-től grade 10-ig terjedő skála volt a software engineering disziplínában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy grade 1 az körülbelül az intern, a 10 pedig a CEO. A grade 4 volt körülbelül a senior software engineer szint, viszont grade 5-től már beléptek a people management skill-ek kőkeményen, az körülbelül már a team lead kategória volt, és onnan felfele ez még inkább csak csúszott abba az irányba, amit az imént bemutattam. Hát mit tettünk azért, hogy ez jobb legyen? Bevezettünk egy úgynevezett competency framework-ot, illetve egy leveling szisztemet. Tehát gyakorlatilag átalakítottuk a teljes rendszert. Ez a leveling rendszer a competency framework-kel együtt, ez kb. 2 évvel ezelőtt került bevezetésre. Az egyik ismérve ennek az volt, hogy most már nem számos rendszerbe kategorizáltuk be magunkat, hanem betűs rendszerbe, de igazából ez csak azért nem ez volt a legimpactfulabb része a dolognak, inkább csak azért kellett, hogy ne keverjük össze a dolgokat. Tehát F-től L-ig van most a skála, gyakorlatilag ugyanarról beszélünk. Az érdekes része az volt, hogy készítettünk egy dokumentumot, egy mindenki által könnyen hozzáférhető, elérhető
kint lógott a falon dokumentumot, ami minden egyes szinthez egy ilyen one pager, egy oldalas dokumentumot társított, és a következő módon épült fel egy ilyen oldal minden egyes szinthez. Tegyük fel, hogy most a level H szintet nézzük, ez a Senior Software Engineer Skyscanner-nél. Egyrészt bevezettünk egy core competencies részt, ezeket inkább nem fordítottam, hogyha nem haragszatok, a fő kompetenciák talán. Ezek olyan pontok, amik független attól, hogy milyen disziplinában van az ember, ezek átívelnek minden egyes levelen. Tehát ezek közösek a jogászokkal, a product security engineerekkel, a sales-szel, marketinggel, software engineering, stb. Nem hoztam konkrét példákat, mert elég apró betűs részlet volna, nem az a célom, hogy bemutassam nektek pontról pontra ezt a competency framework-ot, majd visszatérek az előadás végén, hogyha ezt mégis kíváncsiak vagytok, akkor azt hol tudjátok megnézni. De alapvetően van egy ilyen pici szekció, ami közös. Tehát ez körülbelül arról szól, hogy hogyan kell, hogy növekedjen az impactod a cégen belül, ahogy mész előre, függetlenül attól, hogy mivel foglalkozol. Erre épül egy ilyen disziplina specifikus kompetencia, ahol software engineer-ről beszélünk, akkor gyakorlatilag ez az a rész, ahol a software engineer specifikus, vagy fejlesztő specifikus részek vannak. Tehát mi a különbség egy senior software engineer és egy grad, akarom mondani, egy egyetemről éppen frissen végzett kollega közt, függetlenül attól, hogy most ő menedzser vagy fejlesztő. És ami a nagy különbség volt, és ami miatt bevezettük ezt a rendszert, hogy egy major-t is, egy ilyen specializációt is kell választania mindenkinek, és ez az a rész, ahol gyakorlatilag ketté választottuk, két trackre tereltük azt, hogy ha elismerve azt, hogy van, aki individual contribution-t szeretne tovább folytatni, tehát fejlesztő szeretne lenni, tehát az egyéni technikai kontribúcióját szeretné továbbvinni és tovább skálázni a szervezeten belül. Van, aki people management-tel szeretne foglalkozni, management, és említés szintjén megemlít ezt a business outcome orientációt. Ez gyakorlatilag a Skyscannerben most a business analyst szerepkör. Most aktív beszélgetések vannak arról, hogy ennek egy totálisan külön disziplinájának is kéne lennie, de most gyakorlatilag ez ebbe a majorbe korlátozódik. Tehát így most már egyértelművé tettük, hogy mi ez a két különböző track. Van, aki a management irányba megy tovább, de sokan individual contribution irányba mennek tovább, elismerve azt, hogy azt szeretnék csinálni, folytatni, amit most csinálnak, csak nagyobb szkóppal, nagyobb impacttal, mert élvezik, és ebbe szeretnének kiteljesedni. Néhány pontot, néhány példát azért hozok a management és a fejlesztő trackről. Az összeset inkább nem, mert azért sok szövegről van szó, csak így ízelítőként mutatok néhány különbséget, hogy a két major hogyan különbözik. Tehát ezek azok a szempontok, amik mentén valaki értékelve van, hogyha egy bizonyos majorbe esik. Nyilván, hogyha én egy senior fejlesztő vagyok, akkor elvárt, hogy komplex rendszerek tervezésébe, implementálásába részt vegyek. Nem írtam oda sajnos, hogy ez a H szint, ez a senior szint. Tehát ettől feljebb van a principál és a többi. Managementnél pedig nyilván sokkal inkább a emberek segítésére, szaportálása a szempont. Emellett az is elvárt, hogyha egy senior fejlesztőről beszélünk, hogy egy olyan személy legyen a csapaton belül, akihez bárki, bármikor fordulhat, akár bizonyos technológiák tekintetében, vagy akár általános feedback tekintetében. Itt van egy új rendszer, egy új service, amit tervezünk. Mit gondolsz erről? Szerinted jól működik ez? Ez egyfajta code review, csak dizájnokra vonatkozóan. Managementnél pedig egy másik pont, ami fontos kitétel, hogy részt vegyen nyilván a hiringbe, csapatösszetételben, rotációkban, csapatösszeállításban, és a többi, és a többi. Tehát merőben másfajta skillekről beszélünk. Na igen, persze semmi sem tökéletes. Három kihívást emelnék most itt ki, amivel most is foglalkozunk, és amivel foglalkoztunk az elmúlt 4 év során. Az egyik kihívás az a létsz azonos szinten tartása volt, amivel szembesülnünk kellett. Tehát ahogy
skálázódott a szervezet is, a Skyscanner, tehát erről gyakorlatilag megduplázottunk. Ez egyre nagyobb kihívás volt. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan biztosítjuk azt, hogy a Skyscanner Spotify modellben működik, tehát csapatok azok a squadoknak hívjuk, a squadok összessége pedig tribe. Hogyan biztosítjuk azt, hogy különböző tribe-okon belül, cég különböző részein a léc az azonos? Ha nem az, akkor nyilván előfordulhatnak olyan fals helyzetek, hogy bizonyos tribe-okban az ember könnyebben megy előre, mert lejjebb van a léc. Máshol meg egyszerűen képtelenség előre jutni, és rotálni kell ahhoz, hogy itt előre menjek. Ez nem egy egészséges felállás. Tehát mit tehetünk azért, hogy ez főleg ahogy skálázódik, azért mit tehetünk azért, hogy ezt a szintet, ezt egy lehetőleg egy szinten tartsuk, nyilván megfelelő return of investment mellett, mert tökéletesen azonos szinten képtelenség tartani. Az egyik, amit most művelünk, az a csapatok közti kalibráció. Ezt gyakorlatilag tribe-on belül is, és tribe-okon átívelőn is el kell képzelni. Főleg a tribe-okon átívelő komponens az, ami igazán hatásos tud lenni. Nyilván, ahogy növekszik a cég, ez is egy fenntartatatlan modell, hogyha minden egyes tribe, teljes gráfot szeretnénk lefedni, és minden egyes tribe-ot, minden egyes tribe-ot kalibrálunk. Ez mérhetetlen sok idő és óra, emiatt képtelenség is csinálni, de gyakorlatilag most ez egy best effort jellegű megoldás, de mindenképpen egy impactful dolog, hiszen akkor megértjük, hogy más tribe-okban mit tartunk jónak, mi az a szint, mik azok a példák, amik kellenek ahhoz, hogy teszem azt principál szintre emelkedjen valaki. És mi az, amit más tribe-okban meg teljesen evidenciának félnek, hogy hát persze, hogy ez egy senior szint, miért lenne principál. És akkor elkezdődnek azok a beszélgetések, ahol ezeket fel lehet oldani, vagy közös szintre lehet hozni. Hasznos továbbra a példák esetek megosztása, főleg a promóciós példák, a promóciós doksinak a megosztása. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni nálunk, hogy itt volt ez a competency framework, aminek a vázát mutattam nektek, gyakorlatilag minden egyes pontjához az ember menedzserének erős példákat kell hozni, hogy ezeket a pontokat, hogy milyen jó példákat láttunk arra, hogy ez itt teljesült, és ezeket a dokumentumokat megosztjuk, akár a tribe-on belül is, tehát a fejlesztőkkel, akkor sokkal evidensebb lesz az, hogy ki miért sikeres, ki miért nem sikeres, mi kell nekem ahhoz, hogy milyen példákra van nekem szükségem ahhoz, hogy én magam sikeres legyek. Emellett maga a rotáció is egy hasznos tool volt ilyen szempontból, tehát nyilván a fejlesztők számára, tehát mindenki számára egy hasznos dolog, hogyha nem 4 éven keresztül ugyanabban a csapatban ül a cégnek ugyanazon a részén, hanem azért rotálunk, megnézzük, hogy máshol mit tartunk jónak, áthozzuk a jó szokásokat, lehetőleg rosszakat nem, de alapvetően a tudás áramlást azért ez segít, és a létszinten tartásában is azért ez segít. Egy másik érdekes probléma, az a különböző úgymond fejlesztői szerepköröknek az összehasonlítása. Ami ezeken a kalibrációs sessionöken, amit említettem, ez elő szokott azért jönni, és nem kis kihívás tud azért ez lenni. Hiszen gyakorlatilag most a Skyscanner-nél is egy software engineer disziplina van, ahogy láttátok, még a business analyst is most annak számít, nem feltétlen jó, de most ez egy, és ebbe a egy kalapba tartozik a web frontend fejlesztőtől kezdve a web frontend fejlesztőtől kezdve a mobile engineering keresztül mindenki. És az egyik kihívás, amivel most szembenézünk, az az, hogy hogyan hasonlítjuk össze ezen fejlesztők részévő példákat, milyen impaktja van annak, hogy lefejlesztettem ezt a Complex View Controllert iOS-en, szemben azzal, hogy kiskáláztam egy világszintű szintre jó monitoringgal, alertinggal egy új szervizt. Tehát almát a körtével sokszor, és itt is az segít, hogyha egy szerepkörön belül sok példát megosztunk. Tehát hogy a mobile engineer disziplinán szerepkörön belül, hogy néznek ki ezek a jó példák? Az elosztott rendszerek, distributed system engineer szerepkörön belül, hogy néznek ki ezek a példák? Így van. Az idő lejárt, ezért egy diát átugorva, még egy dolgot említenék meg nektek, egy ilyen kontribúció van így a számotokra, hogyha ezt így relevánsnak gondoltátok, nyilván, hogyha egy nagyobb cég részéről érkeztek, akkor ezek szinte evidenciának tűnnek, hogy szükség van arra, hogy egy ilyen karrierútvonalat tudjunk mutatni. Azonban, hogyha egy most felfele skálázódó, feltörekvő
céget reprezentáltok, akkor bízom benne, hogy inspiráció lehet az, hogy mi ezt hogy csináltuk. Ezért megosztom veletek azt, hogy hogy néz ki most a competency frameworkünk a software engineering disziplinára. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell, minden szervezetnek magának kell kitalálni, de egy kezdőpont lehet, vagy egy inspiráció lehet az, hogy nálunk ez most jelenleg hogyan néz ki. És abban is betekintést nyerhetek, hogy nálunk mi a szint, milyen szintek vannak, és mik a feltételek. Illetve még ajánlom figyelmetekbe az engineering blogunkat, ahol erről is, meg technikai témákról is olvashattok, amikkel most foglalkozunk. Nagyon köszönöm a figyelmet!